2014 óta minden olyan első osztályos általános iskolás részt vehet az ingyenes lisztérzékenység szűrésen, akinek szülei kérik azt. Az Implomiskola 49 elsőséből 40 szülei igényelték a szűrést. Mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a szülőkkel együtt és a támogató szervezetekkel együtt a gyermekeket az egészségvédelem fontosságára neveljük, és itt ugye a megelőzés fontosságára ezen belül, hogy ne akkor kelljen már tűzoltó munkát végezni, amikor megvan a nagy baj, hanem hogy tudatosan tudjuk védeni és óvni az egészségünket. A programot az oktatási intézményekben Bódi Piroska koordinálja. A gasztroenterológus főorvos elmondta, a szűrések tapasztalatai egyértelműen kedvezőek. Magyarországon 1/100 teszik az előfordulási gyakoriságát a lisztérzékenységnek, tehát hogy minden századik magyar ember lisztérzékeny. Nálunk az évenkénti adatok szerint 1/65, 1/80 jön ki, tehát látszik, hogy a szűrővizsgálatnak meglett az eredménye, ami a célja is tulajdonképpen. 2014 óta összesen 2094 gyermeknél végezték el a vizsgálatot. A program szempontjából nem csak Békés vármegyét illetően, hanem országosan is meghatározó településnek számít Gyula. Minden évben vannak olyan gyermekek, akiknek az eredményei az alaposabb kivizsgálásokat szükségessé teszik. Az átlagos években 2-4 gyermeknél produkált a szűrés olyan adatokat, amik alapján az alaposabb kivizsgálásra szükség volt. Voltak olyan kiemelkedő évek, amikor 10 vagy valamivel 10-nél is több gyermek esetében kellett ezt a kivizsgálást elvégezni, és a tavalyi évben is 6 gyermek volt, akit elküldtek egy részletes kivizsgálásra. Akiknek idejében kiderül ez a fajta betegség, ez a lisztérzékenység, nekik a későbbi felnőtt életüknek az életminőségét kedvezően befolyásolja az a kezelés, illetőleg az a diéta, amit ennek köszönhetően kapnak. A lisztérzékenység örökletesen meghatározott családi halmozódást mutató, életre szóló emésztőszervi betegség. A kórkép a vékony bél nyálkahártya súlyos károsodásával jár, melynek következménye felszívódási zavar. Korai felismerése ezért rendkívül fontos, hiszen súlyos következményei a diéta minél korábban történő bevezetésével elkerülhetők.